A Magyar Művészeti Akadémia építőművészeti tagozata 3 évvel ezelőtt határozta el, hogy az őszi kihelyezett tagozati üléseit a Kárpát-medencében tartja. Így nem teljesen a Kárpát-medencébe, de első ilyen kihelyezett ülések Krakkóban volt, a testvéri Lengyelországban, tavaly Erdélyben, a Gyimesekben, idén pedig a Felvidéken tartjuk kihelyezett tagozati ülésünket. Annál is inkább, mivel barátunk, taktársunk Pásztor Péter és Kró János erről a vidékről származik, itt él, itt alkot, és ők szervezték ezt a kirándulást. Ezeket a kihelyezett üléseket úgy akarjuk mindig komponálni, hogy minél többet lássanak a kollégák, bemutassuk a saját munkáinkat, bemutassuk az egyes régióknak az értékeit, és én azt hiszem, hogy ez egy elég ilyen változatos program lett belőle. Melynek első állomása maga Kassa, ahol megtekinthettük Pásztor Péter több mint egy évtizedig épülő templomát, amely egyfajta reszocializáló hely egy lakótelep közepén, egy új közösségi tér, amely befogadja az ott lakókat. Kassa, mint Rákóczi városa, ezt sikerült talán így is bemutatni azzal, hogy meglátogattuk a Rodostót, és lent voltunk a Rákóczi kriptában és a Szent Erzsébet dómban. Vendéglátónk a Kassai Rovás Akadémia, akivel az akadémiának, Magyar Művészeti Akadémiának több éves kapcsolata van, az akadémia támogatja is a rovást, és megérkezésünkkor is egy építészeti kiállításon vettünk részt, ahol Grekovszky Natalinak a munkái, festményei és írásai tekinthette meg az érdeklődő szép számú közönség. Utána a következő nap Bártfaszval, Sáros megye, a gyönyörű bazilikájával, meg a városházával és az egész gyönyörű gótikus és reneszánsz főterével. Az a főtér ma is élhető, szerethető, és olyan identitást hordoz, amit elgondolkodtató, hogy ma tudunk-e ilyet teremteni, vagy milyen eszközökkel tudunk teremteni. Bártfa után Hervártóba és Tracsányban megtekintettünk két fatemplomot, utóbbi egy ruszin fatemplom. Az előző hely, Hervártó, viszont megajándékozott bennünket egy csodával, ami pedig nem más, mint kis gabonatároló boronaházaknak a sora. A következő nap meg elmentünk Szepességre, újból ilyen UNESCO védettségi területeken jártunk, a Szepesi Várban, a Szepes Káptalanban voltunk, aztán Lőcsén, a Szent Jakab templomnak a gyönyörű pálmester faragta oltár, az világhírű, és meglátogattuk a csütörtökhelyi Zápolya kápolnát is. Mivel hogy ez egy szakmai kirándulás, amelynek nyilván és egyértelmű célja a végigjárni ezeket a magyar kulturális emlékeket, a másik célja természetesen a kapcsolatépítés és kapcsolatteremtés a Rovás Akadémián keresztül szervezett építészekkel és művészekkel. Erre a mai napra tulajdonképpen ez az Abaúj megye szépségei maradtak. Ezt megpróbáltuk elkezdeni a Jászói apátsággal, annak a könyvtárával is, amelyik teljesen egyedülálló, csak sajnos eléggé megsérült, sőt hiányos manapság. Na és most eljöttünk ide Szepsibe. Innét még az utunk Torna és Csécs, ezek ilyen nagyon érdekes és felújított templomok, és plusz egy új templommal végzünk, a Restei templomban ér véget a tanulmányutunk.